Két vereséggel indult az évad a Mecsek-Nádasdi MB2-es férfi kézisek számára. Ebből a bajnoki címre esélyes Dunaföldvár elleni idegenbeli mérkőzés mondhatni bekalkulált volt ebből a szempontból. Az MB2 délnyugati csoportjában még mindig előkelő negyedik helyen álló Mecsek-Nádas számára. Akik továbbra is egységesek, kellőképpen erősek, és bíznak abban, hogy folytatják előkelő pozíciójuk megtartása a szükséges pontgyűjtést. Hogy ez most két alkalommal nem sikerült, az egy dolog, mindezt a kulcsjátékosok hiányával is magyarázhatnák, ami a csapat védekezésükre hatott elsősorban negatívan. Nálunk is a járványhelyzet az is közbeszólt, kulcsjátékosaink hiányoztak a csapatból, így nehéz helyzetbe került a védekezésünk, ami eddig nagyon fontos volt nekünk, amiből tudtunk mindig könnyű gólokat lőni, az most igazából nem volt meg. A beállójáték variációja, egyébként a Mecsek-Nádasd erőssége, készült is ebből kellőképpen a Dunaföldvár. A több fiatal kényszerű, egyben tudatos bevetéséből arra lehet következtetni, hogy mindez a későbbiek során is megtörténhet. Mert hogy az idősebb játékosok, például a csapat edzője, noha még bőven fel tudna nőni az MB2-es követelményekhez, úgy döntött, nem húz már szerelést. Mi is készültünk rájuk. Úgy gondolom, hogy a megvalósítása mai napon a pályán az nem úgy sült el, ahogy szerettünk volna. A helyzeteinket nem tudtuk úgy kihasználni. Ebből a védekezésből lett egy kis kapkodás, és kialakult ez a nagy különbség, amit megérdemelt a Dunaföldvár. Én sem vagyok már 18 éves, de úgy gondolom, játszanak a fiatalok. Igen, a pályafutásom alatt én már sok mérkőzést játszottam, és úgy gondolom, azért tudni kell abba hagyni, és én úgy döntöttem, hogy inkább segítem a fiatalokat a pálya széléről. Jelen pillanatban negyedikek, dobogóra azért szeretnénk odaérni, de meglátjuk a többi csapatokat, hogy van utánpótlás, sajnos egyre kevesebb gyerek, úgyhogy ahogy az országban is látom, de próbáljuk itt a járványhelyzet, hogyha majd egyszer elmúlik, a korlátozások feloldódnak, hát hogyha több gyerek kezd el kézilabdázni. Nekünk az erősségünk, hogy egy jó közösség vagyunk, ezt mínusz 10 gólnál is, meg plusz 10 gólnál is ugyanaz az maradjon meg, a jó hangulat, és mi ezt próbáljuk ezt képviselni csapaton belül, és ezzel próbálunk mindig előrébb végezni a bajnokságban. Meglátjuk majd, mennyire lesz elég. Mi nem vagyunk egy fiatal csapat, de azért törekszünk minél több győzelmet szerezni. Íme egy hangulatos település Mecsek-Nádasd, ahol továbbra is fontos, hogy hosszú távon legyen saját nevelésből is építkező MB2-es férfi kézilabda csapat. Összefognak, tesznek érte. Nem mondják ki, de valahol ők is tudják, Mecsek-Nádasdon már a városmarketing része is a sport, ezen belül a kézilabda.